szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A két forduló után 100%-os Szeged Csanád Gosics Akadémia az előző szezon bronzérmeséhez látogat. Nagyon nagy tisztelettel beszélt egyébként Alekszandr Sztevánovics az Ajka együtteséről. Úgy fogalmazott a mester, hogy miközben figyeljük Gajdos megiramodását, hisz Mári Zitzerben találja magát a támadó, és bizony-bizony résen kellett lennie horvát kapusnak. Meg volt az első helyzet a mérkőzésen. Harmadik perc, megjön a szegedi szurkoló tábor hangja a helyzet láttán, de aztán a túloldalon már is egy ajkai lehetőség kibontakozóban. Szarka készíti le a labdát, ott az újabb helyzet, és mellé megy. Alaposan bekezdenek a csapatok. Jön a Zsombor az MTK csapatától érkezett kölcsönbe. A nyáron szegedi születésű hátvéd. A Nemzeti Sportnak elmondta, hogy tökéletes helyen van, hiszen újra szeretne játékba lendülni a sérülését követően. Most pedig Óvári lendülhet támadásba a bal oldalon. Remek, hogy játssza meg Prossert! Jó kis lövés volt, de egy nagyon szép kis lelátó van itt, amelynek tetejéről kamerázunk. Borvető labdaszerzését tökéletesen láthattuk ebből a szögből. Önzetlen bepassz, és Óvári mellé gurítja! Óvári rontott egy ajtóablak zicsert, a túloldalon pedig Babos előtt adódott egy komolyabb szansz. Hoppasz, kéz volt, és mehet tovább, hát ez hogyan? Teljesen egyértelműen kézzel sodorta tovább a labdát Jagodics, és hogyha nem ér bele, akkor Borvető egy az egyben vezethette volna a labdát Horváth Dániel kapujára. Prosser, elegáns esernyőcsel, és ez így lövő helyzet, ellövi Prosser, a keresztlécen vágódik le a labda. Hihetetlen, hogy milyen pehes most a Szeged. Hát ha bemegy, ez a forduló gólja, ezt láthatatlanban mondom. Maga a csel, amit előtte megcsinált Prosser, gyönyörű volt, és hát az a lövés is első rangú volt. Viszont a beadás után lehet, hogy ott lesz a gól, egy lerántás. Hát két kézzel lerántották Borvetőt, ezért nem tudta jól megstukkolni a labdát. Itt ezért lehetett volna 11-est ítélni, érzésem szerint. A hazai drukkereket örömmel töltötte el Csemer. Ettől függetlenül még figyelni kell, mert ez a ballábas lövés bizony kellemetlen volt. Molnár Farkas Tamás első védésére a 90. percben került sor. A bedobása már nincs idő. Nem hozott gólt az Ajka és a Szeged Csanád Gosics Akadémia összecsapása, ez pedig azt jelenti, hogy a Szeged továbbra is veretlen, míg az Ajka nyeretlen.